Az alapige a János írása szerinti evangélium 19. fejezetéből egyetlen egy igevers, az 5. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Kedves testvéreim, a nagypéntek, a teremtés hajnalán vette a kezdetét, amikor az embert tökéletesnek a szellemi, lelki képességei alapján maga képére és hasonlatosságára alkotta meg a Teremtő. Az első bukásnál, az első bűnesetnél, ami az engedetlenség volt, tudnám a jót, de nem teszem, mert ez a bűn, minden más ennek a következménye. Amikor ez megtörtént, akkor az első Ádámban mindannyian egy átok alá kerültünk. Bejött ebbe az ember világba a gonoszság, és a bűn legfőbb zsoldja a halál. De akkor az Isten megkönyörült az emberen, és örökkévaló szeretetében elhatározta, hogy nem engedi a legtökéletesebb teremtményét a gonosz birodalmába, a kárhozatba hullni, hanem megígérte, hogy az asszony fia, aki majd elérkezik ebbe a világba, az fog a fejére taposni a kígyónak. A teremtés hajnalán elhangzik ez az ígéret, ebben élnek évezredeken keresztül hívők és nem hívők, a választott nép tagjai. És megtörténik a születés csodája, a szűztől való születés, a Szentlélektől fogantatva, és 30 éves korától kezdődően, hiszen 30 éves volt az a állapot egy zsidó férfi számára, amikortól rabbi lehetett, tanító, onnantól kezdve az Úr Jézus a messiási küldetését megkezdi, és 3 év elteltével bevonul Jeruzsálembe, és alig telik el 5 nap, és íme, micsoda változás.